Ismét megjelent a madárinfluenza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vírust ezúttal Csengerújfaluban egy 37 ezer egyedből álló pecsenyekacsa tartó gazdaságban mutatták ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elrendelte a teljes állomány leülését. Ezen a telepen jelent meg a madárinfluenza magas patogenitású verziója. A magyar-román határ közelében levő csengerújfalui gazdaságban arra lettek figyelmesek, hogy jelentősen lecsökkent a kacsák takarmány és vízfogyasztása, és a szokásosnál több állat is elhullott. Később kiderült, madárinfluenza pusztít a telepen. Egész telepet ki fogják írtani, ha abban a telepből mutatták ki a madárinfluenzát, ugyanis ez ellen, ezt nem lehet kezelni, ezt akkor ki kell írtani. Ott, ahol a betegséget kimutatták, azt a telepet ki kell írtani. A többi állatnak az életét szeretnénk megvédeni azáltal, hogy tulajdonképpen ezeket a körzeteket létrehozza a szakma, és tulajdonképpen ott figyelik, hogy nincsen még megbetegedés, mert ez viszont madárról madárra terjed. A gazdaság összes állatát le kellett ölni, ezen felül pedig egy 3 kilométeres védőkörzetet, valamint egy 10 kilométeres felügyeleti megfigyelési karantént is felállítottak. Rusvai Miklós virológus szerint ez a vírus akár az embert is megfertőzheti. Adott esetben átterjedhet alkalmilag a gondozókra, a vágóhídi dolgozókra, állatorvosokra és bárkire, aki a madarakkal huzamosabb ideig vagy rendszeresen találkozik. Ez a következő lépése az emberi influenza kialakulásának, tehát az, hogy időről időre átterjed emberre is a fertőzés. Ezt kell megakadályoznunk, és azért írtjuk ki az ilyen magas patogenitású influenza törzzsel fertőzött madárállományokat, hogy ne fertőzhessenek alkalmilag sem embereket. A virológus szerint a madárinfluenza embernél is influenza-szerű megbetegedést okoz, ami izomfájdalommal, lázzal és fejfájással jár. Egyébként létezik vakcina madárinfluenza vírus ellen, azonban ez a vakcina is csak a megbetegedést akadályozza meg, a terjedést nem. Ezért sem szabad a madarakat immunizálni, hanem ki kell írtani a fertőzött állományt.